A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm Önöket, a Nálatok Mizut látják. Mai műsorunkban azt hiszem, hogy nem feltétlen kell bemutatnom a mai vendégeimet, hiszen ha követik a székesfehérvári híreket, hírek világát, médiát, akár újságot olvasnak, vagy rádiót hallgatnak, akkor ezekkel a nevekkel gyakorta találkozhatnak, de azért be fogom őket természetesen mutatni. Itt van közöttünk, akkor a hölgyel kezdem, Benkő Andrea, a Kossuth Rádió szerkesztő, riportere, tudósítója. Örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a meghívást. Aztán itt van velünk Nagy Zoltán Péter, aki jelenleg a Fejér Vármegyei, ezt a Vármegyét nehéz még mindig kimondani, Fejér Vármegyei hírlap, talán és a felolcsó szerkesztő. Talán azért is nehéz, mert a Fejér Megyei hírlapnak vagyok a főszerkesztője. Ez nem Fejér Vármegyei nem hírlap. Nem alakult ez nem, igen? Azért nem alakulhatott ilyenné, mert a Vármegye jogot, a Vármegyei hírlap jogot, azt az önkormányzat tartja. 2002 óta ez a Fejér Megyei önkormányzat tulajdona, úgyhogy mi nem tudtunk átalakulni Fejér Vármegyei hírlappá. Úgyhogy mi Fejér Megyei hírlap vagyunk. Akkor maradunk így. Köszönöm szépen. És örülök, hogy itt vagy. Én is köszönöm a meghívást. És itt van velünk Kis György kollégám is, aki Kis Gyuri, mondjuk inkább így, aki a Vörösmarty Rádió csapatát erősíti már jó néhány éve, de nagyon sok rádióban feltűnt már a korábbi években is, az elmúlt évtizedekben, úgyhogy nagyon örülök, hogy veled is most beszélgethetek. Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a jelenlévőket, illetve a televízió nézőket is. Azt elmondhatom a nézőknek, hogy így a műsorunk előtt egy kicsit pont kimentem, de azért hallottalak titeket kint az adáskiadóban, hogy arról beszéltetek, hogy na hát miről fogtok ti itt velem beszélgetni, és hogy na majd akkor jó csöndbe lesztek. Mert hogy én arra számítottam, hogy olyan emberekkel beszélgetek, akik tényleg tudnak beszélni, úgyhogy kérlek titeket, hogy ne hagyjatok cserben ez ügyben. Ne izgulj! Én azt hiszem, hogy mindegyőtöket, hogyha hallgatom, olvasom, meg hát veled nagyon sok éves kapcsolatunk volt, és van is, remélem, akkor azért az elmondható rólatok, hogy hát a szavakat nektek nem kell keresgélni. Ugye? De néha kell. Néha kell. Néha kell. Néha szükség van. Milyen szituációk vannak, amikor kell? Például egy televíziós felvétel esetében ez előfordul, hogy az ember keresi a szavakat, és nem feltétlenül találja meg. Olyankor, amikor mondjuk így, mint az előbb mondtátok, hogy a hóhért akasztják ilyen pillanatokban? Igen, tehát ez az egyik ilyen helyzet. A másik, én nekem inkább az segít, amikor élőben vagyok. Mert akkor teljesen mindegy, tovább kell menni, tehát olyan nincs, hogy megállok és nem beszélek. Ha élőben vagyok, akkor beszélni kell a maga hibáival együtt is, tehát az ember, amit elkövet hibát, azzal együtt. Akkor, amikor tudja, hogy lehet javítani, olyankor kezd el korrigálni mindent, hogy hát ezt most nem jól mondtam, nem így kéne mondani. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel. A rádióban feltétlenül, tehát az élőadás, én azért most már 94 óta FM-en, korábban azért még más rádióknál is, de ragaszkodtam mindig az élőhöz. Ha szenteste volt, akkor szenteste. Ez egy olyan hivatás, mesterség, ahol nincs ünnepnap. A hallgatót abszolút nem érdekel, hogy otthon sír a gyermek, vagy adásban menni kell, és élőnek kell lenni. Arról pedig igenis beszélve, hogyha a különleges szituációk alakulnak ki, rendkívül időjárás. Hát mikor tudsz közbeszólni? Nyilván akkor, hogyha élőben vagy ott. Nagyon sok pályatársát ott vérzik el, és nagyon sok olyan rádió, ahol előre felveszik a dolgokat, hogy a friss aktuális dolgokra nem tudnak reagálni, csak több órával később, és most nem túlzom. Tehát ezek rettenetes, de el nem tudnám képzelni. Ha csak a saját zenetúrmixomat, egész életemben, eddig most már 29 éves a rádióadás, három olyan műsor volt, amikor nem én voltam, ebből kétszer külföldön voltam, egyszer meg lebetegedtem, de mindig ragaszkodtam hozzá, hogy élő legyen. De én most az Andreát mindjárt meg is menteném, azért, mert egy tudósítónak viszont más a helyzete, ő nagyon ritkán van élőadásban, nagyon ritkán kerül élőadásba, ő neki meg pont azt kell megoldania jól, amit egyébként ő profi módon old meg. Hát én most már nagyon régen nem tudósítok, mert a hír magazinok közül kikerültem. Most azt mondom, hogy hála Istennek, mert olyan témákkal foglalkozhatom, ami igazán érdekel. Aki csinálta a politikát egy jó darabig, az tudja, hogy egy idő után jó kiszállni belőle. És én most a magazin műsorokat csinálom a Kossuth Rádióban, tehát ezeknek vagyok szerkesztője, műsorvezetője és riportere. Tehát tény, ami tény, hogy nagyon kevés az élő megszólalási lehetőség,
Hát momentán azt hiszem, hogy most nincs is, illetve hogyha kérnek élő bejelentkezést, akkor persze igen, mondjuk a régi napközben most már délelőtt műsorában, de főleg szerkesztett van, és akkor most fiúk, ne haragudjatok, de azért egy ellenvéleményt megfogalmaznék az élő csodájáról. Minden igaz, amit elmondtatok, tehát vannak olyan témák, meg műsorfolyamok, amikor nagyon jó az élő, meg azzal lehet igazán reagálni, meg minden, csak az emberben felmerül, hogy mindig, tehát ez nekünk jó, mert mi inspirálódunk, meg akkor adrenalin löket, és akkor már mondjuk is, és tényleg kevesebb a baki, de vajon a riporthalanyoknak a megszólalása az olyan-e? Györfi Miklós mondta nekem, hogy nem születtek meg a jól beszélő magyar riporthalanyok, lehet, hogy máshol se, mindenhol. Én azt gondolom, hogy egyre inkább nem egyébként. Szóval, hogy vannak azok a helyzetek, amikor viszont azt mondom, hogy a hallgatóság érdekében igenis elő kell venni a számítógépes vágóollót, és akkor azt a sok-sok oda nem valót, vagy plusz körmondatot, vagy őzést, vannak olyan rádióműsorok, nem a Vörösmarty Rádió, hogy hallgatja az ember, és azt mondja, hogy érdekel a téma, de jó, de elkapcsolom, mert nem bírom, hogy minden második szó után ő, és akkor az borzasztó. Szóval van ennek is helye, meg annak is, én azt gondolom. Na de ugye az eredeti kérdésünkhöz visszacsatolva, ami nyilván kapcsolódik azért az élő beszédhez és az élő megszólalásaitokhoz, de hogy azért ettől függetlenül vannak nektek is olyan helyzetek, amikor az van, hogy nem tudtok megszólalni? Persze. Mondjuk akkor nálatok is az ilyen, de mondjuk nem, mert most éppen látom rajtad, hogy nem. Igen, a meglepetés ereje valóban ott van azért az interjú volt részéről is, főleg így, ha csak a könnyűzene életet veszem figyelembe, pár évvel ezelőtt itt voltak olyan előadók Székesfehérvárot, éppen a Petőfi Kultúrtanszékre érkeztek, profi zenészek, de rádiós interjúban, élőben valahogy nem. Az ember rákészül, ugye mindannyiunknál az közös, hogy tudnunk kell, hogy kivel fogok interjút készíteni, nem órákkal, már napokkal előtte, mert nyilván ugye felkészülünk rá, hogy ezt a hallgatónak is úgy tudjuk átadni, és amikor ott vannak élőben, és kérdezem tőle, hogy akkor ugye felvezetem a dolgot, és igennel, nemmel válasz, egy ideig működik a dolog, de utána aztán nagyon unalmas. Igen, két év fegyver ez valóban, és ha már egyszer belefutunk ebbe a szituációba, kijönni belőle nagyon nehéz. Jó, persze a rádióban azt mondom, hogy nem látnak, lépéselőnyben vagyok, mert hogy csak hallanak, de ott is érzed magadról, ott is érzi a hallgató, hogy valami nem úgy működik, ahogy televízióban, pedig aztán Bár nem tudom, de nem fogok én vitatkozni, nyilvánvaló. Az előtt citált Györfi Miklós azt is mondta, annak idején talán emlékeztek le, hogy kérdő szóval kell kezdeni a kérdést. Uh-huh. Akkor nem lehet a válasz nem vagy igen. Akkor arra válaszolni kell valamit. És ugye az sem mindegy, hogy mi hogy kérdezünk. Ezt még olyan Albert Györgyitől tudom, amikor elkezdtem ezt 87-ben a Kalipszó környékén, és ő mondta, hogy Gyurika nyugodtan jegyzetelje, de azt felejtsd el, hogy azt szeretném megkérdezni, hogy megkérdezhetem azt, hogy azt szeretném megkérdezni. Tehát ezek kész. Igen, elnézést, az azt szeretném megkérdezni, ez itt is divat volt nálam, már hogyha ilyen divat létezik, de a Fejér megye hírlap szerkesztőségében is megcsinálom, hogyha ha valaki ezzel kezdi, hogy azt szeretném megkérdezni, akkor végighallgatom és várok, és nézem őt. Várom, hogy akkor kérdezzem. És még nem jött át neki? Nem nagyon jön át egyébként, mert én képes vagyok akár 10 percen keresztül csendet produkálni, és várni a kérdést. Hű, de gonosz vagy. Igen. Visszatérve az előbb felvetett kérdésedre, hogy van, amikor az ember nem tud megszólalni, én azért egy dolgot tudok a lelkemben hordozni, de ez most már ki nem törlődik innen. Ez pedig a Szabadművelődés házához kötődik, amikor a hátsó lépcsőn, tudjátok, ott van egy ilyen picike kis terecske. Igen. Az épület háta mögött, és akkor éppen nem élőadás volt, hanem riporterként álltam ott, és készítettem egy interjút, a Vigyázókéz Gyerekvédelmi Egyesület ott tartott egy testvértalálkozót, és a lépcsőn, azt tudtam, hogy arról szól a dolog, biztos mi sokan tudják, meg ti is, hogy megkeresi Ildi a testvéreit azoknak az állami gondozott gyerekeknek, akik esetleg nem tudnak róla, hogy már ők bekerültek az állami gondoskodásba, de hogy mit tudom én,
máshol valamikor született egy kis tesó, és ő meg nem is tud róla. Na most egy ilyen családnak a történetét vettem akkor fel. De én nem, tehát azt tudtam, hogy többen vannak, és van egy olyan kisgyerek, aki éppen az intézményből fog kijönni, és akkor látja őket először. Na, önmagában az ember erre készül, hogy ez egy ilyen szívszorító dolog. De ez a kisfiú azon a pár lépcsőn jött le, oda közénk, és akkor én néztem, hogy olyan rosszul megy, olyan óvatosan, és kérdeztem Ildit, hogy te ennek valami baja van ennek a kisfiúnak? Hát miért így megy? Azt hittem, hogy egészséges. 3 éves lehetett talán, vagy annyi se. És azt mondta az Ildi, hogy nem, csak még nem járt lépcsőn. És akkor az emberben ott nagyon összeszorult valami. Komolyan mondom, ahogy láttam, és hogy odajöttek a testvérei, és úgy méregették egymást, hogy hát ez a kicsike meg ő is nézte ott körbe, és sokan voltak, hogy te jó ég. Na, ez volt az a pillanat, amikor én úgy hirtelen úgy elakadt, és nem tudtam tovább mondani, és volt ott egy másik kolléganő, szintén rádiós, és akkor így oda mentem hozzá, és kicsit úgy félrevonultam, mondtam, hogy majd rögtön folytatjuk, és ő is sírt, meg én is. Tehát így elfordultunk, és egymásra néztünk, hogy na jó, most akkor folytatjuk tovább. Tehát hát van ilyen, de ez egy nagyon megható pillanat volt. Nem feltétlenül biztos szerintem, hogy a könnyeinket vagy az érzéseinket szégyelni kellene. Nem. Persze, sőt, nem is erről szól most ugye ez a dolog, csak úgy csatlakoztatva a gondolatmenethez, hogy rajtunk múlik, hogy hogyan tudunk ebben a szituációban helytállni, és hát az embereknek van érzése. Tehát, hogyha elakad a szavunk, és azt a felvételt nem állítjuk meg, és akkor mondjuk tovább ezt a néző elnézést, ha az érzékeny témára való tekintettel, ezt a maga módján értékeli, díjazza. És akkor megint visszakanyarodtunk ahhoz, hogy mi élő, és mi a vágott. Szóval pont most, hogy az Andi az érzelmeket emlegette, ezt akartam is kérdezni, hogy mert ugye tényleg akarva, akaratlanul mindig találkozunk olyan helyzetekkel, szituációkkal, eseményekkel, hogy nem tudjuk nem kiengedni azt a könycseppet, vagy nem leírni úgy a gondolatainkat, ahogy szeretnénk. Hogy tudtok ezzel megküzdeni? Azt tudom például, te is egy nagyon szenvedélyes ember vagy, és hát néha a hírlapban is olvasni olyan írásaidat, amikor azért benne van az érzelem, és reggel így arra, hát nem azt, hogy arra ébredünk, de az első pár olvasmány után így hirtelen így húha, megmondta. De hogy nyilván ez kell, tehát hogy valahol mi azért vagyunk szerintem, hogy nyilván az újságírás az nekünk tényszerűnek kell lennünk, de valahol ez elkerülhetetlen. Hát nyilván az újságírásban, amiről beszélünk, az a jegyzet forma, publicisztika. Én nálam, hát többször mondták, meg több helyen mondták, hogy sajnos, de előfordul az, hogy érzelemből írok. Leírom, kiadom magamból, és akkor úgy érzem, hogy na, legalább megmondtam, vagy megkönnyebbültem. Aztán ezt néha meg lehet bánni, mondjuk így. Ez mondjuk azért nem jellemző, hogy megbánom. Az egy másik dolog, hogy utána lehet, hogy más irányt vett a jövőm. Máshova kerültem, vagy más milyen lett a történelmem. De azért az ember akkor is fogja magát, aztán leírja. És az jobb. Az jobb. Andi, mit szerettél volna hozzáfűzni? Már nem is tudom, úgy elvitted a gondolatomat abba az irányba, hogy mennyire vállalhatja be az ember azt, hogy az érzelmeit vállalja. De én arra jöttem rá, nyilván néhány év után, meg sok év után, hogy ez az egész újságírói szakma, ez tulajdonképpen pszichológia. Tehát, hogy ezt mindannyian tudjuk, hogyha nincs az emberben egy tényleg emberszeretet, vagy kíváncsiság a másik iránt, akkor megette a fene. Tehát lehet bármit megkérdezni, de minek? Tehát az igazán fontos dolgokat akkor fogja elmondani mindenki ismeretlenül, hogyha az ember úgy jó alaposan megágyazott ennek a dolognak, kicsit beszélgetett vele, magát is kiadja az ember, mert akkor fog igazán megnyílni a másik is, amikor érzi, hogy te is adsz valamit magadból, és akkor egyszer csak létrejön egy ilyen szinte baráti, vagy jó ismerősi kapcsolat, és akkor fogja a fontos, lényeges dolgokat elmondani. Na ezért örülök én, hogy nem tudósító vagyok már, hanem magazinműsorokban csinálok riportokat, mert ezek nagyon jó terepe
ennek ez a műfaj, meg ezek a műsorok, amit csinálok, és nagyon sok olyan emberi kapcsolatom született így a munkám során, amit a mai napig viszek a hátamon, és borzasztóan örülök neki. Tehát nagyon sok jó emberrel találkozik az ember, így, hogy megmer nyílni, és meg tudja nyitni. És van olyan, aki, bocsánat, még egy, hát szóval az önismeret, meg az emberek megismerése, ez annyira izgalmas dolog, hogy a legtöbbször így van, hogy amikor valaki ilyen mérhetetlenül hideg, elutasító, szinte lenéz, mintha nem tudnád azt a dolgot, amit ő is, akkor ez szégyen lenne, és akkor az ember ott áll olyan bután, és amikor elkezded úgy nyitogatni, akkor kiderül, hogy hoppá, nagy a kabát, hogy ő mennyire izgul, hogy nagyon kevés az önbizalma, stb. Tehát, hogy mindig más, olyan torz ez a tükör, mert tényleg így van, hogy sokan felveszik ezt a én vagyok a valaki álcát, és közben, amikor meg az ember így már sok embert megismert, megismeri a testbeszédet, meg a jeleket, akkor tudjuk mi azt, hogy na, akkor itt még rá, nem haragudni kell rá, meg nem megijedni tőle, hanem egy kicsit még bontogatni, aztán majd elérünk oda, hogy ő is ember lesz. Gyuri, neked is azért van. Igen, tehát akik a mikrofon ezen oldalán állnak, ahol mi kérdezünk, azért mondjuk, hogy a felelősség a miénk. Mert nekünk azt a szituációt át kell látnunk, abból ki kell hozni, úgyhogy a nézők is, a hallgatók is tudják értékelni, és hát aki veled szemben van, ő is rád bízta magát, tehát bízik benned. Na most ennek a legnagyobb kulcs az, hogy felkészülsz arra a beszélgetésre, mert hogyha úgy dobják be az embert, mondjuk mélyvízbója nélkül az kellemetlen tud lenni, úgy annak a média felületnek is, amit te képviselsz, és hát nem utolsó sorban a másik oldalon, és akkor már jön egy újabb varázsszó, a tisztelet, ugye megtiszteljük a másikat azzal, hogy felkészülünk rá. És mi van akkor, ha nem? Mert az előbb mondtál egy ilyet is, hogy vannak olyan szituációk, amikor egyáltalán nem tudsz felkészülni, mert hirtelen jön egy feladat, elküldenek egy olyan eseményre, amiről nem tudsz semmit. Ez az a helyzet, amit egy újságírónak, gondolom én, legelőször meg kell tanulni, az, hogy az érdeklődés az benne legyen. Az érdeklődés vágya legalább az benne legyen, ugyanis akkor a kérdések már jönnek maguktól. Magyarul az újságíró helyettesíti az olvasót, vagy a tévénézőt, vagy a rádióhallgatót, és meg akarja tudni az adott témával kapcsolatban a riportalanyától, hogy mi, merre, meddig. Ezt meg akarja tőle tudni. És akkor megpróbál őszintén érdeklődni a téma iránt, és hogyha nincsen otthon, akkor uram, bocsá, akár nem otthon levőleg szeretné, hogyha bebocsátanák őt. Egyébként az a riportalanynak is egy olyan szituációt ad, hogy örülnek, hogy megfoghatja a kezemet, és bevihet engem az ő titkai közé. Ennek örülhet. Tehát ilyen lehet. És ennyi az egész, hogy ezt egyszerűen meg kell csípni, ezt meg kell fogni akkor. És bátran oda kell állni, és kérdezni, és érdeklődni. Én mindig azt szoktam mondani az én fiamnak is, aki ugye szintén erre a pályára, a rádiós pályára készül, hogyha ott vagyok egy helyzet előtt, és nem volt időm semmit utána nézni annak a dolognak, akkor beleképzelem magam a helyzetébe. Tehát ugye erre jó, ha az ember empata. Tehát, hogy akkor mi is mindig egy hegymászó itt az eszembe, a Szendrő Szabolcs, aki még a Vörösmarty rádiós koromban került a mikrofonom elé, és egy pillanat alatt azt mondták, hogy itt van valaki, aki megmászta a Himaláját, meg úristen is fél lábbal, és nekem ő egy csoda volt. Ez az ember bejött az ajtón, és én semmit nem tudtam róla. Jézus Mária, valaki mondott 3 mondatot, és akkor csináljak egy hosszú interjút vele, nahogy. És akkor azon gondolkodtam, hogy jó, hát akkor én most előszedem a gyerekkori hegymászós élményeimet, így magamban, aztán elképzelem, hogy milyen lehet, hogyha iszonyatosan hideg van. Meg és akkor az embernek már jön egy csomó kérdés, hogy tényleg akkor mi van? Mi van, hogyha már a hátam is átült, és akkor hol tudok bújni? Vagy nem tudom, a sziklának, hogy mit csinálsz? Akkor mi van, hogyha már alszol a hidegtől, mert egyszerűen nem megy tovább. Vagy amikor azt mondod, hogy feladod, de hát jó, de hova mész? Hát amikor nincsen hova. Tehát, hogy szerintem ez az empatikus készség, ez biztos, hogy enélkül nem megy a dolog. Tehát, és ez nagyon sok bajon át segíti az embert. De hát meg legyünk őszinték, egy idő után mindenkinek van már rutinja, nem? Hogy
Hát ebben a helyzetben egyébként ez szokott lenni, akkor rákérdezek arra, sőt, kérdezek, én szoktam ilyet is néha csinálni. Kérdezek olyat, ami igazán tudom, hogy nem lesz benne, de az alatt, amíg ő azt elmondja, én kitalálom, hogy mi lesz az igazán jó kérdés. Ez így van, igen. Nekem egyébként a Zoli nagy tanítom volt ebben, nem tudom, mennyire emlékszel. Még régen ugye, hát 2009-től, ha jól emlékszem, 2009-től igen. Voltál itt nálunk a Fehérvár magazin főszerkesztője, és én emlékszem, amikor jöttél, és mondtad, hogy hát menjek el egy gitárboltba. És ez nekem így megvolt, hogy gitárbolt, oké, de hát, hogy így nem értek én semmit a gitárokhoz. És mondom neki, hogy de én nem akarok gitárokról írni, mert nem tudok róluk semmit. És akkor ugyanezt elmondtad, amit most az előbb, és akkor így onnantól kicsit úgy megvilágosodtam, hogy tényleg ez így van, hogy hát nem, mi, akkor is azt mondtad, hogy nem kell nekünk mindenhez értenünk, ugye? Hát az agysebésznek sem kell lenni ahhoz, hogy tudjak valakivel ilyen témáról beszélgetni, de mégis azért az érdeklődés az fontos. Meg hát ami még szerintem nagyon fontos, az, hogy az emberekkel valahogy tényleg úgy tudják kapcsolatot kialakítani, ahogy te mondod, mert ha rögtön úgy állsz hozzá, nyitott, akkor az megint más. Nagyon soknak nem sikerül. Szerintem is sokan lemorzsolódnak egyébként, akik nem így állnak a pályához. És ehhez kell, hogy ne csak egyszerűen meghallgasd, hanem hogy meg is halld, amit mond. Tehát akkor tudsz újra kérdezni. Meg értő figyelem, olyan sokan mondják, hogy milyen jól tudok én figyelni, mert milyen könnyű így beszélni. Mikor... Hát szóval ez az, hogy ma már, hát kire figyelnek oda? Az ember a családjával is nyomkodja a gyerek a telefonját jobbra-balra, vagy ha meg valakihez szólunk, akkor a laptop ott van mindenki előtt, és mit tudom én ilyen helyzetekben, szóval ez az értő figyelem, ez nagyon nincsen meg. És szerintem ez nagy baj. Nagyon nem mindegy az sem, hogy kitől vagy kiktől tanulunk. Azért megint visszakanyarodok a Kalipszó iskolához, 89 Déri János még élt, és ott dolgozott a Lacinál Kalipszónál, és azt mondta, hogy figyelj, itt van ez a ceruza, ez a mikrofon. Képzeljük azt, hogy most egy virágkiállításról tudósítasz, mit mondanál, de ugyanakkor az édesanyád vagy az édesapád éppen most halt meg fél órával ezelőtt. És azt mondta, hogy végig kell csinálnod, mert a hallgatód, idézőjelben mondom elnézést, nem érdekli, hogy mi a te magánjellegű problémád, te kaptál egy feladatot, és annak neki kell menni a lázat. Most libabőrös vagyok, nem mutatom a körülményeket, de ezek olyan élmények, amik kellettek ahhoz, hogy az ember a későbbiekben ilyen szituációkban tudjon, elnézést, hogy ezt mondom, otthonosan, rutinosan mozogni. Én ezt megértem, képzeld el. Mentem interjúra, és akkor hívtak föl, hogy meghalt az apukám. Hát nem volt könnyű. De az interjúnak menni kellett másnap adásba, úgyhogy el kellett menni, megcsinálni. Majdnem kísértetés helyzet, 2018. október 16, újraélesztés világnepe, kint a mentőállomáson adom időbe az interjút a Vörösmarty Rádiónak, és akkor szólnak, hogy édesapám az intenzív őrzőben. Ez itt történt meg, 2018. október 16-án. De annyi szerencsém volt, hogy pont végig. De szerintem az életem egyik nagyon jó sikerült interjúján voltam túl, mentőállomás vezetővel, mentőtisztel, élőben, tényleg olyan kérdések, amelyek foglalkoztatják az embereket. És akkor hívnak a mobilon, ugye, ami rezgőn volt, és akkor tudom meg a hírt. És utána még volt egy zárszó, akkor némi komment miatt vissza kellett hívnom a stúdiót, de hadd mondjam azt, hogy hibátlan sikerült, de ezek olyan dolgok a pályafutásunk során, amelyek erősebbé tesznek minket. Csúnya szó ez a rutinosság, de ez a valóság. És ez az, hogy ugye nem hagyhatjuk ott a szituációt. Nem. Tehát, hogy hiszen a hallgató várja. Nagyon sokszor volt nálam is ilyen hasonló szituáció, ennyire durva nem talán, de hogy a híradó előtt mondjuk 2 perccel kaptam egy olyan hírt, és akkor hirtelen vegyem fel azt az arcot, ami kell oda, és ne lássák rajtam. Vagy például, amikor nagyon sok olyan szituáció van sajnos, főleg az elmúlt években, hogy olyanról kell mondjuk egy nekrológot írnunk akár, vagy elmondanunk, akivel mondjuk személyes kapcsolatban álltunk, és azért az tényleg nagyon nehéz, hogy ilyenkor hogyan tudod úgy megállni, hogy ne sírd el magad, vagy ilyesmi. Van egy interjúm, egy idős fodrásznővel vettem föl nemrég, és nagyon édes volt, elmesélte, hogy nem akart ő fodrász lenni, és hogy az anyukájának akart segíteni, és aztán végül 16 éves volt, és akkor még rendes munkát nem kapott, és aztán ez a fodrász, ez azt mondta, hogy akkor menjen oda hozzá gyakornoknak, és akkor hát így anyukáját tudta segíteni, így az egyedül nevelés terheiben,
és azt mondta, hogy ez a fodrászmester, ez megtanította őt arra, hogy amikor bemegy az üzletbe, akkor saját magát ne vigye be, a rossz kedvét ne vigye be. Tehát, hogy ott egészen másként kell, mert hát annak a vendégnek vissza kell jönni, stb. És amikor az ember ezt hallja is, milyen iszonyatosan nehéz dolog lehet ez. Szóval mi is megyünk interjúzni, de ők naponta mindig más és más jön be, szóval nem csak a mi szakmánk ilyen, ezzel azt akarom mondani, hanem van egy csomó szakma, amikor muszáj félrerakni az embernek a saját lelki baját, és tényleg, ahogy szokták mondani, hogy a küszöbön kirakni, hát nyilván nem lehet, de valahogy önuralmat meg kell tanulni, gyakorolni, és akkor az embert valahogy ez úgy átsegíti, talán. Sok mindenen átmentetek már ti is az elmúlt évtizedekben, meg azért jöttetek, mentetek, mozogtatok itt-ott. Mit szóltok a mai technikához, technológiákhoz? Ugye azért amikor mondjuk a tévében még nagyon régen dolgoztál, akkor azért egészen más volt, amikor kazettára rögzítettünk például. Tehát, hogy annyira felgyorsul ugye az életünk, és ugye mi is azért sokszor megküzdünk a gondolattal például ott a tévében, hogy meddig lesz vajon szükség arra, hogy mondjuk képernyőn nézzenek minket, mert hát itt az online világ és a többi. És hogy azért most azt látom, hogy azért nagyon haladunk mindenhol, a rádió is már azért online-osodik, ott is, itt is ugye azért podcastokat lehet hallgatni, tehát hogy nagyon sok mindent lehet már az internet által elérni, de hogy így az évtizedek alatt, hogy éltétek meg ezeket a fejlődéseket? Én megéltem, nekem nem okozott különösebb problémát, az új technológiával is tudok vágni. Sőt, odáig jutottam, hogy a nagy Canonomat, elnézést a reklámért, a nagy gépemet, fényképezőgépemet, már nem is viszem el otthonról, hiszen azokkal a mobilokkal, amikkel élünk, azzal már mindent meg lehet csinálni, és majdnem olyan minőségben, mint a nagy gépekkel. Tehát én elfogadom, hogy ez a világ ilyennél lesz, illetve így fejlődik. Azt nem tudom, és azt nem is akarom elfogadni, hogy velük együtt korcsosulnak, ez egy csúnya szó, az emberek. De így akarom mondani csúnyán, hogy érthető legyen. Képtelenek vagyunk már egymás szemébe nézni és beszélgetni. Álljál már szóba velem, szerűen. Hanem cseteken elküldik az üzenetet, megkapja, visszaküldi. Vajon meg őszintén a személyes élményeinket egy monitorral rendezzük el. Belenézzük a monitor, és jó, megmondjuk neki. Nincsen ott az ember szembe. És én ettől megőrülök. Ettől megőrülök, és én nagyon-nagyon sajnálom a fiatalokat, a mostani fiatalságot, generációt, mert ezt mi csináltuk nekik, mi gányoltuk ezt a szörnyűséges rendszert, mi voltunk azok, akik összefaragtuk nekik bicskával, és most ott vannak benne, és nem tudnak belőle kijönni. Mi nekünk a felelősségünk, hogy valahogy próbáljuk meg kihúzni őket ebből, mert belelőttük őket rendesen. Hát igen, csak már szerintem nem lehet. Hát én azért bízom benne. Hát vannak azért jó kezdeményezések, tehát vannak már olyan fiatalok által szervezett partik, hogy összejönnek, és az a házszabály, hogy ahogy odaérnek, akkor mindenki mondjuk a mobiltelefonját, egyéb digitális eszközeit egy zsákba rakja, és azt majd a legvégén, mondjuk amikor 2-3 nap múlva hazamennek, akkor előveszik. Tehát vannak ilyenek, de hát nem tudom, tehát az a baj, hogy én erről csináltam több műsort is, mert érdekelt, hogy hogyan hat az emberi agyra ez a sok minden. És akkor, amikor az ember ezt hallja, hogy bizonyos agyterületek hogyan zsugorodnak ezeknek a digitális eszközöknek a hatására, bizonyos agyterületek meg hogyan fejlődnek. Tehát az egyik részét a negatív, és egyébként abszolút egyetértek vele, csak mondom, hogy szerintem hát ez megállíthatatlan sajnos, vagy valamit ki kell találni, vagy valamit meg kell találni, és talán amikor majd már túl sok gyerek lesz ADHD-s, meg mindenféle bajjal, meg diszekkel küszködő az iskolában, lehet, hogy azt mondják, hogy valamit azért mégiscsak, de közben pedig itt van a gazdaság, az ipar, stb., hogy már a robotika annyira jön be, hogy már nem lehet igazából kivárni, hogy a fiatalok felnőjenek, és akkor hát szakmát kezdjenek, mert hogy már túl késő, és már aki dolgozik, azt kell tanítani különböző ilyen ismeretekre. Szóval
Az is baj lenne, ha a fiatalok elől elvennénk, és azt mondanánk, hogy na akkor nem, mert az a fajta tudás, amit ők a kísérletezgetéssel, meg ezzel a szabad, nyomkodok, az lesz, ami lesz, hát mit érdekel engem, dologgal megtanulnak, amire mi már képtelenek vagyunk, tehát én leírom, na, ide titkolatik, úgy, mint az elején, de szóval, hogy az a fajta szabad gondolkodás, amit a fiatalok most követnek, az azt gondolom, hogy kell majd ahhoz, hogy egy következő, vagy a most nem annyira távoli világban ők megállják a helyüket, vagy hogy ők boldogulni tudjanak. De valami középutat mégis kell találni, mert a psziché meg nem bírja ezt az egészet. Szóval sok mindenre lehet mondani, hogy hű, de jó, meg sokkal kényelmesebb, meg minden, de a mosógép miért lett kényelmesebb, mint a régi mosógép? Persze, igen, de mégis több időt töltünk. Most is ugyanolyan agyonhajszoltak vagyunk a házi munkával, tehát hogy a fene tudja, hogy van ez. Én ebben nem vagyok elég okos. Nyilván persze könnyebb azért egy robotporszívót elővenni, mint hogy mi magunk megcsináljuk, na de akkor eljön esetleg az az időszak is, amikor a ChatGPT fogja az újságcikkeket írni. Hát, ez már eljött. Hát eljött, igen. Csak eljött. Hogy most például, tehát hogy ma te például elővennéd. A Gyurinak a hangját nem sokára úgyis kiváltja egy automata hang. Nem lesz rá szükség. Mintát vesznek tőle. Az még érdekes lesz. És majd elmondja az automata hang. Akkor, amit az Andrea mondott, hogy beteszik a zsákba a telefonjaikat, kütyüket, és akkor együtt vannak, és megpróbálnak együtt beszélgetni. Ilyenkor ezek a fiatalok úgy érzik, hogy ez egy túlélő tábor. Uh-huh. Mert nincsen nála. Mert igen. Nincsen nála a telefon. Igen. Mert nincsen nála az óriás, amivel ő uh-huh. együtt szokott lovagolni, meg nem tudom, sárkány, akinek a nyakába ül. Ez csak egy-két alkalommal megtenni, az kevés. Az persze. Nagyon-nagyon kevés. Persze. Az nagyon-nagyon kevés. Nem tudom. Én azt hiszem, hogy nagyon... Neked nem is a technika fejlődésével lenne, vagy van a problémám, hanem az, hogy ez majd azt generálja, és egyre több helyen, hogy már az a kevés élő szó is elveszik, ami volt. Tehát nagyon egyszerű dolog, bármely, de néhány rádióműsorban belhallgatok, ennyi az most földi sugárzása, a hírek, az egy tipikus példa, előtte vagy utána a műsorvezető nem tudja azt mondani, hogy 14 óra 4 perc van, mert nem tudja, hogy az a hírek milyen hosszúság volt, ő pedig már előre felmondta a konfot. Hol vannak azok az idők? Itt a Vörösmartiban még lehet, mert van egy belső telefon, a 311-511, ami ott jelez nálam a műsorvezetőknél, és hogyha baleset van a 81-esen, akkor azt én rögtön le tudom reagálni, és el tudom mondani a hallgatónak, mert nem csúsztalott élőben vagyunk, nem tegnap vettük fel a holnapot, hogy ezek ilyen visszaköszönő jelenségek, egyébként a nagy rádióban a kívánság műsorok pont ezért égtek ki, mert ugye nem tudták a lépést tartani, amit fölvettek hétfőn, még pénteken sem hallották, utána meg visszafordult az egész dolog. Szóval az élő jellegét féltem én a rádiózásnak nagyon. Ilyen volt egy nagyon találó mondat, az egyik azóta már bejárta az internetet, hogy wifi nincs, beszélgessetek. És ugye ez a rádióműsorra is érvényes. Komjáti Gyuri bácsinál, amikor volt alkalmam a 97-8-as esztendőben végigtanulni ezt az egy évet, azt mondja, hogy lesz rá lehetőséged, és megteheted, hívd be a hallgatót, beszélgess vele. Fehérvárban kezdtem, mondhatom azért, mert már nem létezik, de itt a Vörösmartiban is a mai napig megvan az a műsorelem, hogy vendég a hallgató, bejön, elmondja, hogy milyen zenét és hogyan, beszél egy picit a családjáról, néhány kedvencét lejel, hol máshol teszik ezt meg, melyik rádióban tehetik meg, és megvan az élő jellege. És ez egy picike kis szelet abban a körben, ami itt van körülöttünk. De amiről beszéltünk az előbb, hogy meg kell nyitni azt a másik embert, hát mikor lesz erre képes egy mesterséges intelligencia? Szerintem sose. Mert igazából a fontos, lényeges, szép dolgokat, amik tényleg érdekesek lehetnek majd az embereknek, azokat ő nem fogja. Tehát lehet, hogy tudásanyagot, milliót lehet belerakni. Lehet, hogy föl tud porszívózni, fel tud mosni. Én nagyon szeretnék egy ilyen robotot. De hogy értelmes beszélgetéseket, olyan emberi beszélgetéseket folytasson le egy mesterséges intelligencia, én azt gondolom, hogy lehet, hogy egyszer lesz, de hogy ez még nagyon messze van. A másik pedig az, hogy az élő szó van a beszédiskolánk. Hát jönnek az emberek, és azt mondják, hogy nem tudok a munkahelyemen előrelépni, mert nem tudok megszólalni. Úgy, ahogy kellene. Tudom, hogy a képességeim megvannak, tudásom megvan, csodálatos, zseniális emberek, és egyszerűen nem mernek megszólalni. Miért? Hát
mert az 1920-as években befejeződött a retorika oktatás, a beszéd képzés, és az emberek megkokulnak otthon. Csak nem elfelejtjük, hogy hát a munkahelyeken viszont kell, ott muszáj irányítani. Azt nem lehet majd, hogy valami izét megnyomok, aztán majd mondja meg, hogy mi lesz. Hát főnökök mindig lesznek, és mindig lesznek feladatok. Tehát annak meg hogyan fognak megfelelni? Talán, bocsáss meg, közövágok, de azért az is nagyon fontos lenne, hogy amit mi képviselünk, az hivatás, mesterség. Szóval azért ebben a hivatásban már azok dolgozzanak, akik ezt tanulták, mond tapasztalat, mert sajnos felhigult. Nem kevésbé vonatkozik ez a tévére, az újságra rá, de nem van, és ebben a mi felelősségünk is ott van. Az nagyon nem jó dolog, amikor hozzá nem értőket ültetnek be, vagy valaki nem ismeri a saját határait. Az is egy érzékeny terület, mert azért olyan ember szerintem nincs, aki nincs tisztában azzal, hogy mi az, amit elvállalhat, mi az, amit nem. Tényleg csak egy kitérő példa, itt Székesfehérváron lett volna egy jazz est, és oda kértek fel, hogy modellemzés, ne haragudjanak, de nincs rálátásom. Tudom, hogy fel lehetne rá készülni, de a jazz élet egyébként is egy annyira összetett. Szóval az ember legyen tisztában azzal, hogy mit tud 100%-osan hozni, és én rengetegszer látom, hogy tévébeszélgetések, rádióműsorokban, hogy nem odaillik az emberke, hölgy, úr, fiú. Persze a fiatalokra is gondolnék, és hadd mondjam büszkén, ugye most elmézést a személyes tanulásért, Bodonyi Daniról tényleg azért én nagyon büszkén beszélek, hiszen valóban az én ötletem volt, hogy zenetúrmixba jöjjön a Dani, de élő egyenes adásban, és úgy abban a formában. Tehát egy embernek arra is kell gondolni, hogy amit letesz az asztalra, azt majd vigye tovább valaki, de csak az lehet tovább vinni, ami mögött van tartalom. És egyébként ennek nagyon örülünk, hogyha jönnek ilyen fiatalok, csak a nézőkedvéért mondom, hogy az Andi fiáról beszéltünk most az előbb, de például nálunk is most ugye, meg hát nálatok is a Varga Zalánt is ki tudnám emelni, aki egyszerűen megérkezett hozzánk 17 évesen, és hát látszott az akarat, meg az, hogy tényleg 5 éves kora óta próbálja ezt ott csinálni, és ő akarat. Szellő István akar lenni, és ő már nem Szellő István, ő már egy akkora egyéniség szerintem most is 20 évesen, hogy elképesztő, és az a baj, hogy ezekből van kevés, mert tényleg néha azt látjuk, hogy jönnek, mennek itt gyakornokok, picit megpróbálják, na jó, hát ez nekem nem való. Ugye, ami nem szokott tetszeni a mi szakmánkban, az az, hogy tényleg nincs hétvége, nincs ünnepnap, nem 8-tól 4-ig dolgozunk. Igen. Hát, de igen. Hál' Istennek, hogy vannak ilyen fiatalok, mint a te fiad is, hogy tényleg már ilyen fiatalon itt vannak, és csinálják, és lelkesek, és szerintem én úgy látom, hogy ők nagyon kitartóak, és én nem hiszem, hogy ők el fognak innen pártolni. Az az igazság, hogy a Dani egyáltalán nem miattam lett rádiós. Lehet, hogy egy icipici szerepem nekem is van, vagy inkább azt mondom, hogy azt látta, hogy ez mivel jár. Tehát én annak örülök, hogy a szakmának a szépségét is akkor ezek szerint valamennyire látta, de egyébként a hátulütőjét inkább. Tehát amikor pici, és akkor ne elindulunk valahova kirándulni, és szólt a telefon, akkor vissza kell jönni, és na, szóval van ennek millió hátulütője, de az az igazság, hogy szerintem az marad meg igazán, akinek vagy van egy igazán fontos mondandója, bocsánat, de én nekem most az állatvédelem, ugye amiért én vagy újságíró lettem, vagy pedig valahogy úgy beleszületik ebbe a dologba, és valahogy megszületik benne valami, ami még nem tudjuk a Daninál se igazából, hogy merre fog kicsúcsosodni, de hát amikor ő kicsi gyerekként ott ült a rádióba, és nem szállhattunk ki az autóból, mert a Gyurinak ment a műsora, és ez tényleg így volt, amikor Danival először beszélgetett, engem hallgattál, és hogy... Igen. És ő neki az Úristen, hogy a kis György, és akkor hogy beszélt veled először. Tehát, de belőle ezt nem is lehet kiírtani. Tehát ő benne, ez annyira benne van, mondom, mindentől függetlenül, hogy most itt az egyetemen megpróbálják, többen megpróbálták tévé felé vinni. Hát ő aztán úgy ellenáll, hogy na, tehát ez ágába sincs. Azt mondta mindig, a rádió. A rádió, a rádió és semmi más. Tehát amikor hát az ember ugye nem tudja megvenni neki a hiper-szuper dolgokat, de amikor megyünk a városba, és gyerekként, kisgyerekként, valahol lomtalanítás volt, és akkor ki volt rakva a ház elé, mondjuk egy ilyen szedett-öldett számítógép. És akkor anya, állj meg. Mondtam, mi van? Hát anya, nem látod, ott van egy számítógép a kuka mellett. És? Hát, hogy azt nézzük meg, hogy mi. Szerintem az a típus nekem nincs meg. És akkor muszáj volt neki összegyűjteni.
És tényleg az iskolába, ha selejteztek, ott is, hát most mi vettünk egy, nem most már évekkel ezelőtt egy nagy fémházat, mert hogy a számítógépeknek a héját, tehát a házát, azt már nem tudtuk hova rakni, mert kinőtte a szobáját. Folyosókon lehet szinte bemenni, most is egyébként, amely mindig gyűjt újat és újat, de hogy tehát szerintem van az úgy, hogy a gyerekekben ez valahogy benne van, valahogy annyira elkezdi érdekelni a dolog, hogy aztán így megy. Vagy pedig, mondom, történik vele valami. Az egyik kolléganőm, Bicsák Eszti például azt mondta, hogy ő azért lett rádiós, bementem a rádióba, és megállított, de én már nem is emlékeztem az arcára. És azt mondta, hogy megfogta a kezemet, hogy én miattad lettem rádiós. Néztem rá, hogy... És azt mondta, hogy azért, mert hogy én csináltam az ő testvérével, a Bicsák Matyival, aki fubolaművész, egy csodálatos ember, de én nem vele erről csináltam még annak idején, hanem elnyert a NASA-nál egy pályázatot, és hát oda ment, és ilyen, hát az volt a kérdés, hogy csillagász lesz-e belőle, vagy fubolaművész. Ez zseniális tehetség. És én a Matyival erről beszélgettem, és az Eszti elkísérte, ő a nővére, elkísérte, és a szomszéd padon leült, és hallgatta, és nézte, hogy mi beszélgetünk. Milyen jó szakma ez, gondolta ő, és így lett rádiós. Szóval vannak ilyen utak. Na, akkor ha már az utaknál lyukadtunk ki, akkor egy picit beszéljünk ezekről az utakról, amiket ti megjártatok. Nem túl hosszan, mert nem lesz túl sok időnk rá, viszont tudom, hogy annál tartalmasabb utatok van, de azért egy picit beszéljünk arról, hogy ki honnan indult. Hát Zoli, szerintem kezdjük veled, mert te is aztán voltál már minden. Aztán mégiscsak maradtál így az újságírásnál. Nem, én nem maradtam az újságírásnál, én nekem semmi közöm nem volt az újságíráshoz. Először is esztergályos voltam, és lakatos voltam, és a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy én gépész leszek. Gépészmérnök meg, üzemmérnök meg, energetikus. Én ezzel szerettem foglalkozni. Matematika, fizika, ez érdekelt engem. És minden, ami abból kivehető. És gyorsan azért még az Andreához még egy mondatot hadd szóljak, hogy igen, azok a nagyszerű technikák sok mindent meg tudnak már csinálni, ugye, de egy egyetemes esztergán elvégezhető műveletet a legjobb technika se tudja még megcsinálni, mert képtelenek rá. Az egyetemes esztergának az a sajátja, hogy ahhoz kell az ember, mese nincsen, és azt nem lehet automatizálni. Zárójel bezárva, elnézést. Ahogy felnőttem, mondjuk így, tehát magyarul ugye 20 éves lettem, és gépészként ténykedtem már, akkor találkoztam a Baranyi Palival, az akkori Fejér megyei hírlap egyik szerkesztője volt, később lett főszerkesztője, illetve az indulóban levő Fejérvár Televíziónak volt az egyik ötletadója, hogy milyen jó lesz, nálunk lesz először televízió vidéken, leszámítva a Magyar Televíziónak a stúdióit. Menjek el operatőrnek, mert hogy te úgy is tudsz fényképezni. Hát mondom, jó, volt egy olyan szerencsés sorozatom, amiben Cseh Tamás lefényképeztem, és kaptam ilyen kisebb fajta új díjat. Hurrá! De hát azért operatőr nem vagyok, folyamatosan kell komponálni a képet, meg azért az egy egészen más műfaj. Ugyan már leszórakozz, gyere, aztán kész, operatőr leszem, vagy folyamatosan komponálsz, aztán ennyi. Azért izgatott a dolog, elmentem operatőrnek, és akkor utána elkapott az égszí, és onnantól már nem tudtam kijönni, csak időnként. Időnként abba hagytam, elmentem esztergálni, időnként abba hagytam, elmentem költségvetési üzemet vezetni, időnként abba hagytam, elmentem kultúrházat vezetni. Tehát csináltam tényleg mindent az én világon. Drága jó politikusokkal is foglalkoztam elég sokat, de valahogy mindig visszatértem a sajtóhoz, az újsághoz, vagy az újságíráshoz, és úgy, hogy én különösen nem akartam, hiszen édesapám újságíró volt. Én őt nagyon tisztelem most is, és tiszteltem akkor is, tehát ez nem az öregség beszél belőlem, hogy most tisztelem édesapámat, én akkor is tiszteltem. Úgy néztem rá, mint a csodára, ahogy az ember ránéz, és én egyszerűen azt éreztem, és ezt a mai napig is így érzem, hogy azt a szintet elérni én soha nem fogom. Nem is tudnám, képtelen vagyok rá, és valószínű, hogy nem is lehet. Emiatt akartam magamat távol tartani az újságírástól, és szerintem sokan gondolják most azt, hogy ezt bölcsen tettem volna, ha így lett volna. Viszont talán éppen emiatt
kimondottan izgattak engem a gépek. Én az utolsó egyik autómat, amit újonnan vettünk, az volt az egyetlen, amit újonnan vettünk meg, azt leszámítva, én az összes autómat magam gányoltam, magam szereltem, magam csináltam. A komplet generáljavítástól kezdve mindenféle hegyeztéseken keresztül, mindent az égvilágon. Szerettem is, az érdekelt engem, de belekeveredtem ebbe, és nem tudtam kijönni belőle. Ahogy már mondtam a műsor elején, valamilyen szinten már említettük, hogy 2009 körül csatlakoztál hozzánk, és akkor a Fehérvár magazint kezdted el főszerkeszteni, csúnya szóval, és aztán a tévében is főszerkesztő lettél. Ezt a néhány évet hogy érted meg, mint tévés? Hát én a tévét ugyanúgy élem meg, mint a sajt, mint az írott sajtót. Tehát én azért nagy különbséget nem látok a kettő között. Ki kell szolgálni azt, akinek írunk, vagy képet alkotunk, vagy hangot készítünk. Ők a mi fogyasztóink. Talán emlékszel rá, ezt egy többször is elmondtam, a jó újságíró, annak két ismérve van. Az egyik a gátlástalanság. Gátlástalanság a hírrel, az információval szemben, azt meg kell szerezni, ha fele-felé teszik. A másik ismérve az alázat. Alázat a tévénézővel, újságolvasóval vagy rádióhallgatóval szemben, mert neki csinálja, nem magának csinálja, amit csinál, neki csinálja. Ha ezzel a kettővel rendelkezik az újságíró, akkor nagy baj nem lesz. Akkor lehet, hogy működik. Vannak azért, ilyenkor most, hogy beszélsz, kavarognak bennem az emlékek, és Zolit nagyon sokszor szoktuk emlegetni egyébként. Egyrészt azért, mert szerintem a tévében mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy lehet egy Híradó Egykor című műsorunk, azt neked köszönhetjük. Szívesen. És még emlékszem, amikor csináltuk hozzá a promót, mostanában feldobta a közösségi média, és akkor jó volt végignézni, meg visszaemlékezni. Meg hát voltak ilyen nagyon hektikus időszakok is, hogy a te szenved, mert hiába valahogy én egy ilyen szenvedélyes embernek látlak, és a munkában is ezt a szenvedélyt mindig láttam, és tényleg az volt, hogy ha mondjuk volt egy olyan esemény, amiről mi még a 7 órási híradónkba be tudtunk számolni, az biztos, hogy akkor még 6:45-kor kimentünk, és annak biztos, hogy 7 órára kész kellett lenni. És én emlékszem, hogy a másik épületből nem egyszer, nem kétszer futottam át 58-kor, és ültem be, úgyhogy kifújtam, és már kezdődött is a híradó élőben. Szóval, hogy tényleg mindig mindennek bele kellett férnie, de hát ettől volt jó meg élő az egész. Egy picit hadd avassam be a nézőket, hogy amikor Szilvia ilyen csillogó szemekkel beszél ezekről az együttműködésekről, illetve munkálatokról, akkor azt azért ő pontosan tudja, hogy a munkatársak elnevezték a pénteket, én voltam pénteken a híradó szerkesztő általában, így adta a Jóisten, meg így osztottam be magamat, csak egyszerűen úgy hívták, hogy a fekete péntek. Mindig, minden péntek fekete péntek volt, és Megyeri Zolira emlékszem, hogy úristen, péntek van, én nem akarom, és rogyott össze lelkileg, testileg, aztán összeszedte magát, és ne kell dolgozni. Tehát az nem igaz, hogy olyan csodálatos volt velem együtt dolgozni, mert ezt én is tudom. Én például nem dolgoznék magammal, csak nem tudom elkerülni önmagamat, de igen. Ki kell szolgálni azt, akinek csináljuk. Magyarul 3:45-kor, hogyha történik valami esemény, akkor nekünk ott kell lenni a live-júval, és élőben bekapcsolni a helyszínt, hogy mi történik ott. Igenis, ez fontos. Az írott sajtót emiatt sajnálom egy kicsikét, hogy ott ez nincsen, mert a nyomda az sajnos csak egy éjszaka alatt tudja kinyomni a betűket, és csak úgy tudjuk átadni az olvasónak az infót. Jó, hogy említetted egyébként a fekete pénteket, mert a pénteki szerkesztő általában én vagyok, és ezt egy picit vittük egyébként tovább már azután is, hogy te nem voltál, mert hogy érdekes módon, amikor én pénteki szerkesztő lettem, akkor biztos, hogy történt valami baleset. Én ezt hoztam, valami hozadék volt, hogy pénteken sajnos, de biztos, hogy volt halálos baleset, vagy valami olyan, ami miatt este nekünk menni kellett, és mozgósítani kellett a stábot, és aki mondjuk felült a buszra, Szabó Petra kolléganőm, meg a Körtvélyes Tivadar, aki a másik irányba ment haza, Bodajk felé, azokat kellett visszahívnom, hogy na most akkor gyertek, és akkor azonnal indultok el, nem tudom hova.
Úgyhogy igen, ezeket a fekete péntekeket visszük, de zárójelben mondom, hogy mostanában pont ma emlegettük szerintem, hogy nem nagyon voltak ilyen péntekeink. Tehát, hogy az elmúlt egy-két évben így egyébként a pandémiával hozom egyébként összefüggésbe, hogy ott nagyon lelassultunk, lecsendesedtünk, és valahogy mintha ez megmaradt volna, hogy nincs talán annyi. Na de ez csak zárójelben, most visszatérünk még egy pillanatra rá, hogy azóta egyébként milyen nálatok, Mizu, hogy nálad ott milyen az új helyeden, mennyire tudtad ott átvenni ezt a szerepet? Nem tudom, az őszintét kell mondani, vagy melyiket a cifra változatot kell mondani. Én nem akartam oda menni, én nem akartam ott dolgozni, én itt akartam maradni. De aztán a jó Isten úgy rendezte, hogy én nekem oda kell menni, és tényleg nagyon határozottan mondom, hogy nem én akartam oda menni. Sőt, amikor már kimondták, hogy már pedig oda fogsz menni, akkor sem akartam még. Hiszen én már kimondtam a nemet, úgyhogy köszönöm szépen, nekem itt semmi keresnivalóm. Oda mentem, és hát egy bő fél évig, egy évig én nagyon nem éreztem jól magamat ott. Nem akartam ott lenni, semmilyen szinten sem. Tehát valahogy nem, több szempontból sem tudtam megvinni ezzel a gondolattal. De aztán túl kellett, hogy tegyem magamat ezen, és ebben azért a kollégáim is, akik egyébként nagyon sokszor hallgatták értekezleten, hogy én úgy vagyok itt, hogy nem akarok itt lenni. És ez nyilván nekik nem esett jól, mert ezt hallgatni akkor még főszerkesztő helyettesként, hogy itt ülünk, dolgozunk, mint az állat, és azt halljuk a főnökünktől, hogy ő nem akar itt lenni. Abszolút meg is értem őket. És akkor ott valahol volt egy fordulópont, amikor elkezdtek ők úgy adni, hogy bár pedig igenis jól fogod magadat érezni, a beledög lesz is, szerűen, és akkor már egy picit más lett. Most már azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy jól érzem magamat ott, abban a szűk közösségben, magában az egészben, nem, mert ugye Fejér megye csak egy része az egyik nagy egésznek, de én szeretném, hogyha Fejér megye, az megmaradna Fejérnek, tehát annak, aminek beleveszületett Szent István alatt. Andi, veled volt egy fehérvári beszélgetésünk nem is olyan régen, néhány évvel ezelőtt, és azt tudom, hogy ti mindig Kossuth Rádiót hallgattatok. Igen. És valahogy ez így aztán beleépült az életedbe. Igen, és hát volt egy gyerekkori pillanat, amire nagyon visszaemlékszem, hogy ott az epret kapálgattuk, vagy nem tudom mi, de én nagyon-nagyon pici koromban, és ott fogalmaztam valami tudósítást, hogy szedik az epret az asszonyok a földeken. Tehát ez az első ilyen élményem, vagy emlékem, ami arra utalhat, hogy majd később mivel fogok foglalkozni. Tehát aztán teljesen más irányt vettem természetesen. Tehát én óvónőképzőbe jártam, rögtön utána tanítóképzőbe mentem, és akkor 10 évig tanítottam az István Király Általános Iskolába, ugye alapító társulati tag voltam, mert hát ugye akkor indult ez az iskola, és hát 10 év után, illetve hát nem, mert már előtte is pár év már eltelt, amikor ugye az életembe jött Zsömike, egy kis perzsacica, és hát ő fölborította az életemet teljesen, tehát az ember rájön, hogy milyen csodálatosak, milyen intelligensek, milyen érzelemgazdagok, stb., és akkor ez mindent felülírt. Tehát én akkor jelentkeztem a Vörösmarty Rádióban, hogy én szeretnék itt dolgozni. És akkor még ugye a Kodolányiról beszélünk. Így van, a Kodolányinak a rádiója volt. Hát saját önbizalom hiányomat nagyon erősen le kellett nyomni, de amikor hazamentem, mindig mentem el ott arra felé, ahogy jöttem haza a suliból, és akkor azt gondoltam, hogy ez ment hónapokig, hogy na ma bemegyek, se telefonom nem volt. Hát az még akkor ez az idő volt, amikor személyes kapcsolatok voltak, és hát kiderült, hogy Nagy Jutka volt ugye az igazgató, nagyon hálás vagyok neki, mert neki köszönhetem tulajdonképpen, hogy elindultam az újságírás felé, hogy kiderült, hogy ott volt egy szerkesztő, a Hók Tamás, meg kérdezte a Judit, hogy mivel akarok foglalkozni, mondtam neki, hogy állatvédelemmel, természetvédelemmel, és azt mondta, hogy hát van itt valaki bent a kis stúdióban, menjek be hozzá,
És akkor a Tamás azt mondta, hogy te vagy a Benkő Andi, hát én éppen téged kereslek, mert volt egy ilyen gyűjtés, amit ugye a gyerekekkel indítottam. Szóval véletlenek sorozata mondhatnám, ha nem gondolnám, hogy ilyen nincs. És aztán elkezdtem ott dolgozni, ugye akkor elvégeztem a kommunikáció szakot ott, a főiskolán, ma egyetemen, és aztán nem is tudom, talán hányadik évben még 4 évig dolgoztam ott főállásban, a Vörösmarty Rádióban, de az utolsó évben már Györfi Miklós hívott a Kossuth Rádióhoz, és akkor így kezdtem el krónikázni, akkor még valóban tudósító voltam nagyon sok évig, és utána ugye elkezdtem dolgozgatni magazinműsoroknak, hát akkor még, ma már így visszanézve elég hülyeség volt, szabadságot vettem ki, hogyha egy magazinműsortól kértek riportot. Mert annyira az volt, hogy aki krónikázik, az nem dolgozhat sehova, annak az a dolga, hogy 24 órán keresztül, éjjel-nappal, mindenféle ünnepen, szóval semmi, nincsen felmentés, mindig, ha hívnak, akkor menni kell. Tehát kegyetlen dolog volt, mert tényleg az ember elment. Akkor szoktam le a színházba járásról, azért most már lassan szokom vissza, de valóban igaz, hogy az ember elment, és akkor csörgött a telefon, no, már pedig ott most, vagy mit tudom én, az ember a áruházban írta meg a tudósítását, mert hát hirtelen kellett valamit csinálni. Szóval, és akkor elkezdtem magazinműsoroknak dolgozni, de a magazinműsoroknak a szerkesztői azt gondolom, hogy látták, hogy azért nekem a lelkem, meg minden az ide is nagyon jó lesz, és minél többet kezdtek foglalkoztatni, úgyhogy amikor aztán átalakult megint, ugye sok-sok váltás volt nálunk is, és amikor átalakult ez az egész, hogy legyen külön egy hír, szerkesztőség, és legyen magazinműsorok szerkesztősége, akkor engem már eleve oda vettek fel, és aztán ott tényleg azt gondolom, hogy nagyon jó lehetőségeket kaptam. Nem volt olyan műfaj, azt hiszem, amit nem nagyon próbáltam volna ki. Tehát az élő közvetítés, az élő műsora, mit tudom én, a Thália Színház melletti ilyen kirakat stúdióból nyomtuk a műsorokat. Nekem is volt olyan időszakom, amikor én is azt mondtam, hogy belépő volt ez a kulturális magazin. Ez volt a címe. A belépő pénteken, vagy nem tudom, lehet, hogy péntek volt ez is, de állandóan az volt, hogy reggel szólt a telefon, hogy meghalt valaki. És hát ugye egy neves színművész, vagy egy író, vagy egy nem tudom, tehát arról meg kell emlékezni. Úgyhogy én nagyon sokszor volt úgy, hogy úristen, most az egészet akkor kidobni, mindenkit lemondani, mert élő vendég volt, riport volt, telefon le volt beszélve, stb. És akkor gyorsan valaki csináljon egy riportot valamiről, tehát a meghaltnak az élet útjáról, és akkor az autópályán ment a szervezkedés, úgyhogy nagyon sok ilyen volt, hogy mire az ember odaért a stúdióba, mire áttértünk taxival a Thália Színház mellé, akkor nagyjából összeállt, de az embernek így dobogott a szíve, hogy úristen, hogy az az anyag beérjen, stb. Tudjátok, milyen ez. De mindig valahogy megoldottuk. Tehát én azt gondolom, hogy a jóisten ott rárakja az emberre a kezét, és valahogy kihúzza a legrosszabb dolgokból is. Úgyhogy aztán én is egyébként tévéztem is még előtte. Pont ezt akartam kérdezni, hogy azért itt is megfordultál. Ti együtt is dolgoztatok egyébként? Igen, hát a Vörösmarty Rádióban, igen. Meg talán a tévében is. Igen. És aztán dolgoztam még a Fejér TV-nél, ott környezetvédelmi, természetvédelmi műsorsorozatunk volt a Cseke Gyurival, azt is nagyon szerettem. És aztán most már hát nyilván maradt a rádió, meg hát ezek a kis saját plusz munkáim, és én is azt gondolom, hogy én azt érzem, hogy nagyon a helyemen vagyok, tehát hogy itt ráadásul tényleg kapok olyan lehetőségeket, a saját hivatásom, a küldetésem okán, amivel beteljesíthetem ezt az ügyet. Szóval nem tudom, hogy elmondhatom-e, hogy hát az életem nagyon nagy hát öröme, boldogsága, hogy most nemrég ugye én lettem az év állatvédő személyisége, közéleti személyisége, igazságügyminisztertől kaptam meg, és Ovádi Péter kormánybiztostól a kitüntetésemet. Szóval most nem dicsekedni akartam, mert aki tudja, vagy ismer, az tudja, hogy egyáltalán nem jellemző rám, sőt, inkább az ellenkezője, de hogy
ez annyira csodálatos, mert az én utamat nézve 30 évvel ezelőtt, amikor elkezdtem állatvédelemmel foglalkozni, mindenki lenézően nézett rám, nagyon kevés ember volt, aki egyáltalán értette, hogy miről beszélek, és onnan eljutni idáig, hogy az első, így mondom, hogy állami kitüntetésben, ebben a 10 emberben ott lehetek, tehát ez az ügy miatt egy rendkívüli fontos dolog. Úgyhogy ez igazol engem, hogy ez nem akármilyen dolog volt, nem az én teljesítményem, hanem hogy amivel engem valahonnan megbíztak, hogy ezt jól tettem, hogy így végigjártam. Úgyhogy én most ebben így lubickolok. Szeretettel gratulálunk. Köszönöm szépen. Gyuri, neked viszont megadatott az, hogy példaképekkel dolgozhattál, ugye? És te is azért voltál sok minden. Pékis, postás. Honnan indult ez a rádió iránti 14 szeretet? Éves koromtól készültem erre, hogy ezt akarom csinálni. És általános iskola végén járunk, akkor még nagyon nehéz volt beszerezni a lemezeket, műsoros kazetták voltak oldott, még CD, meg internet, és azt mondta az én drága jó barátom, a Mihály Katamás, hogy figyelj, van a Petőfiadon egy szombatesti diszkó, amiből aztán később lett a Pop-Tri Szentpétert Laci, ez egy közel 20 éves periódus, amíg a békebeli petőfis korszakról beszélünk, és hát ugye megpróbáltam úgy és abban a formában műsort készíteni, hogy a Laci természetesen amatőr szinten, hadd ne mondjam, most hallgattam vissza magam 18 évesen, most is libabőrre rettenetes voltam, és kitaláltam azt, hogy a magyarországi szakközépiskolák és a szakmunkás iskoláknak legyen egy könnyű zenés láger, és tényleg néhány borítékot találtam itt Egertől kezdve Miskolcon át, a legkülönbözőbb intézmények küldték nekem az ottani iskolarádiósok a listáikat, én ezt összesítettem, felküldtem a Bétót Lacinak, hogy mit szól hozzá, és azt mondta, ez egy nagyon jó ötlet, akkor gyere be. 16 éves voltam, el lehet képzelni, és akkor vasárnap ott élő egyenesben a Pop részjában. Ő feltolta a potitőbe, és akkor beszéljen, hogy tessék. Ott lefagytam egyből. Tehát az első megszólalás az életem legkellemetlenebb pillanata volt. És hát azért a Laciénak van egyfajta kis sugárzása, pláne akkor ugye, amikor ő nagyon fénykorában a Petőfiben, és mondta, hogy jó, hát akkor a következőre szedd össze magad, vagy ezt nem összezettem magam, és akkor utána ez nagyon jól működött. Minden hónap első vasárnapján azért negyed óra, az nem volt kevés lehetőség megszólalás. És aztán vele bárhuzamosan kialakult a Komjáti Györggyel való munkakapcsolat, Haloska Imrinek köszönhetően ő egyszer lebetegedett, és a hangja elment. Na most a régi időben azért a 80-as években ez nem úgy működött meg a 90-es években, hogy hát most nem tudjuk felvenni, hogy a szigorú stúdiórend van, tényleg technikusok, stb. És azt mondta Gyuri bácsi, hogy a fehérvári gyereknek van hangja, nem? Hát akkor vegyük fel vele azt a 45 perces pillantás az Európai Diszkókba, ez egyébként a műsor címe, és hát úgy képzeljétek el, hogy nem, ilyenkor valami bekattanod belül, hogy most az életed múlik ezen, tehát most bizonyítanod kell. Egy hiba pont nélkül, Zsoldos Mari volt a technikus, hát ő a hangmérnököknek a csúcsa a Magyar Rádióban. Felvettük a 45 percet, nem emlékszem, még nem is lehetett egezni, és aztán kimentem hozzá, megkérdeztem, hogy rendben volt, minden kezet nyújtott, azt mondja, jó van, te megmaradsz. És tényleg ez volt a sikerélmény, ugyanakkor nem lehetett azt, hogy egyszerre Komjáti György is meg Bétót. Hát nyilván én a Lacit választottam, Gyuri bácsi mondta, hogy jó, megértem. És ha van valami, ami tényleg elismerés, kamerának nem tudom, mutathatom, megkezdtem, levettem róla a fóliát, amikor a Laci a saját gondolatait írta rá, ez az a lemez, amivel a 82-ben elkészült Pop Trésznye fő címzene hallható, ez az instrumentális zene, és erre nekem azt írta, hogy az utolsó nyomkövetőnek. Oh. Egy időben őt még ez zavarta, utána mondta Gyuri kamerára, én nagyon büszke vagyok, és a Lacinak most van egy internetes rádió, hát most mégiscsak együtt dolgozunk, de varázslatos az érzés, mert ott van a Fodor János, ott van a Dombóvári Gábor, szóval van egy kis Petőfis feelingje, és aki a Magyar Rádió annak idején belépett, megérezte azt a pagoda illatot, tehát az szerintem biztos, hogy egy maradandó élmény volt, hogy oda kell tartozni. Közben 94-et írunk, Fehérváron megkezdte a Fehérvár rádió működését, és akkor szóltak nekem, hogy volna egy olyan lehetőség, hogy hát végül is közelebb vagy, mint Budapest, nem kell vonatozni. És aztán egy időig ment együtt a kettő, de aztán utána maradt a Fehérvár. Végül is tehát a Fehérvárban 24 év, összességében pedig, hogyha mindent beleveszünk itt az iskola rádiós megszólás, akkor ez most már 35. év. A Zeneturmix műsor tekintetében pedig a 29. folyamatában. Tehát én mindig erre készültem. Múltkor a 25-nél volt egy buli,
nagy sikerrel, akkor gondolom a 30-nál is lesz. Igen, úgy tervezem, hogy a 30. Egyébként, ha már így magunk között vagyunk, a Daninak az volt az első igazi mély vízbója nélkül, ugyanis ez egy közönség találkozó is volt, Vörös Martin Ágyos, és én a Danit ott megkértem, hogy légy szíves, akkor itt a közönséget szórakoztasd már, nem csak mint rádiós, hanem mint DJ, és nem volt egyszerű feladat, de igen. Akkor éreztem, hogy, és akkor még úgy igazából nem beszéltünk egymással, mármint az Andrára gondol, de az akkori főnökömnek mondta, hogy figyelj, aranyat ér az ember. Én ezt nagyon ritkán mondom, hogy nyugodt vagyok akkor, hogy a műsorommal minden rendben lesz, ha véletlenül nem vagyok egyik napról a másikra. És ezt igazából a Komjádi Gyuri bácsi mondta, hogy figyelj, fel kell készülned arra, hogy egyszer kiesel a képből. Vagy azért, mert külső ok miatt, vagy azért, mert azt mondják, hogy menni kell. De úgy hagydod, hogy tovább tudják vinni. És ez nekem olyan megnyugtató volt, felemelő volt. Még csak annyit a rádiós múltról, hogy két dologra még pluszban nagyon büszke vagyok. Az egyik az, hogy sőt, akkor a legnagyobbat mondom, Cseke Lászlóval és Komjádi Györggyel, itt Székesfehérváron élőadásban 4 órán keresztül, úgyhogy én voltam a technikus, és ők beszéltek, és mindezt élőben. Szóval az mindent vitt. Ez igen. Ugye 18-ban csatlakoztál hozzánk, igen. És láttam egy olyan beszélgetést veled, amikor egy napja dolgoztál itt, és akkor is beszéltétek azt arrába a heti kolléganőmmel, hogy nagyon nagy szeretettel fogadtak téged itt. Tehát, hogy nyilván már hoztál magaddal egy hírnevet azért itt Fehérvár és környékéről, és hát nyilván országos szinten is, de hogy Fehérváron téged nagyon-nagyon szeretnek a hallgatók. Örülök, hogy ez így van, azért tenni is kell, értetélnek. Szóval én a rádiózásban megpróbáltam azt a formát hozni, hogy őket behívni, és hála Isten, itt a Vörös Martiban itt nyitott ajtókat találtam, itt ugyanúgy be tudnak hozzám menni szombaton, vasárnap élő egyenes adásban. Ugye érzik az emberek, hogy róluk van szó, megint csak azt tudom mondani, hogy én nem tudok arra, hogy a Vörös Marti rádión kívül ebben az országban FM frekvencián még volna arra lehetőség, hogy Marika néni, Zoli bácsi bejön élőben, kérdezek róla, bemutatkozik, családjáról beszél, zenét elhozza, kommunikálunk egymással, nem politizálunk, beszélünk erről, arról, de mégis érzi a hallgató, hogy róla van szó ebben a városban. Szóval én ezt a műfaját igyekszem még vinni addig, amíg lehet. Egyébként, amikor én a Fehérvárnál felálltam, és eljöttem, az azért volt, mert én nem akartam ilyen droid lenni. Tudtam, hogy ahova én megyek, vagy mennem kellene, az egy ilyen előre felvett szisztém, és mondtam, hogy én nem az, hogy kettő, nem tegezem a hallgatót. Nem vagyok rá képes az a hello, szia, szevasztok, és hú, azt nem én vagyok. Nagyon kedves volt egyébként az új leendő főnököm, mert mondta, hogy Gyuri, neked ott helyed volt, de mondta, hogy nem lennék hiteles. Én nem az vagyok, ez a hello, szia, szevasztok. És ugye már eltelt 2 hét, amikor eljöttem a Fehérvártól, akkor jött a megkeresés a Médiacentrumtól, én nagyon örültem neki, egyébként el voltam keseredve, hogy ez a fajta rádiózási stílus, hogy az embereket így tényleg szemtől szembe le lehet ültetni a mikrofon mellé és beszélhetünk, az már nem létezik. És igazából itt jött a kihívás, mert a közszolgálatiság igazából az a rádiós tudomány, amikor olyan emberekkel kell tudnod beszélni, amiről megint csak azt mondom, hogy nem azonról van szó, hogy azt szeretem megkérdezni, hogy megkérdezhetem, hanem itt bent szóval nem kellett egy tantártábornokkal beszélni, nem kellett autista gyermekkel élő egyenes adásban, a legkülönbözőbb mélységekben, és főleg, ha ez élő, ott helyt kell tudni állni. És ez úgy vonzott, hogy igaz, hogy voltam például, amikor az Andár tábornok úrról történő beszélgetésre kellett felkészülni, akkor pedig már pár éve rádióztam, de azért az előtte lévő 2 napban, hát úgy, na, átgondoltam az életem, hogy tényleg? És nagyon jól sikerült a beszélgetés, mert itt van a Vörös Marti rádió YouTube csatornán is, de ez egy idő után húzza az embert, hogy na, azért is, ezt tudni kell. Akkor te is a helyeden vagy. Igen, ezt mondtam is, hogy úgy érzem, hogy megérkeztem. Most érzem azt, amit éreztem a Kalipszóban, ott a Zorán, az Albert Györgyi, Fiala János, akik tényleg úgy vezették a műsort és készültek, hogy ott voltak a jegyzetek. Szóval Gnézi Jenővel volt szerencsém még egyszer egy foci mérkőzésen beszélgetni, és azt mondta, hogy kisöreg, ha te rádiózni akarsz, akkor készülj jegyzetekkel, és mondja nekem, hogy Gnézi Jenő, soha nem felejtem el. Például, hogyha azt kérdezett tőlem, hogy a szögletzászló milyen anyagból készült, azt is elmondom neked. Mindenre, minden lévő anyagra. Nagyon fogytán van a műsoridőnk, úgyhogy arra szeretnélek kérni titeket, hogy amit a műsorunk előtt beszéltünk, hogy esetleg van-e olyan kis vagy szívet melengető történetetek a munkátok kapcsán, vagy valami vicces emléketek, akkor ezt osszátok meg velünk. Én eredetileg a Tiborról akartam mesélni, amikor Csóron tanítottam magyart, mint gépész, és azt a történetet mégis véletenném, hanem inkább a 2009-es, amikor itt voltam már
három hónapot a kortájt, hát miért én pontosan tudom, hogy mikor tájt, ment el a feleségem, akkor halt meg az Edit. És előtte hosszú agónia volt, előtte két hónapig tanított engem, hogy mit kell csinálni a lakással, mit kell csinálni a gyerekekkel, ahhoz, hogy ez ketyegjen, ez működjön. Én meg hagyjuk már ezt, ne ebbóhozkodjunk már. Aztán akkor én azt meg is írtam, amikor elment az Edit, hogy a porcicákból oroszlánok lettek. Nehezen tudtam összeszedni magamat. De azóta, hogy ő képes volt arra, hogy engem még tanítson is, hogy mit kell, mit, hogyan kell csinálni, és a beteg ujjait fölemelte, és mondta, hogy és ígérd meg, hogy ez volt akkor, volt azt hiszem a 40. munkahelyem, hogy nem lesz több. És megígértem, hogy egy lesz már csak, kettő lett belőle, ugye. Az előbb én mondtam, hogy miért nem akartam elmenni, illetve azt mondtam, hogy miért nem akartam elmenni, az egyik fő oka ez volt, hogy megígértem az Editnek. De amit ki akarok hozni, a másik nem iránti tisztelet, még akkor is, hogyha ez nem látszik rajtam, főleg a stílusom miatt időnként, ahogy beszélek, de az akkor olyanná nőtt, hogy én gyakorlatilag folyamatosan emelt kalappal járok a hölgyek előtt. Mert szerintem erre csak ők képesek. Köszönjük szépen. Köszönjük. Nem, na, köszönöm. Most van az, hogy nem lehet megszólalni. Akkor folytasd te, Andi, jó? Ha tudod. Én egy sokkal könnyedebb és rövidebb történetet mondok el. Aki otthon dolgozik, nálunk ez a vidéki tudósítóknál ez így van, hogy mindenki a saját lakásában dolgozik. Azt tudja, hogy ez egy nagyon kellemes dolog is, de ugyanakkor nagyon nehéz is, mert hogy nincsenek visszajelzések, és a tükörneuronjaink nem tudnak működni, hogy nem látom a másikon, amikor felolvasok egy mondatot, hogy most akkor ez jó lesz, vagy nem lesz jó, nem lehet megbeszélni semmit. Az egyik kollégámmal már nyugdíjban van, Zengő Árpival megbeszéltük, hogy egyszer majd írunk egy könyvet a tudósító, még amikor tudósító voltam, tudósító magányosságáról, mert hogy tényleg ez borzasztó nehéz dolog így. De azért vannak ennek ilyen nagyon jó pofa története is, mert hát egyrészt az ember otthon van, és hát ha mondjuk az egyik interjú ekkor van, a következő meg mondjuk fél óra múlva, vagy egy óra múlva, akkor az ember már csinál otthon valamit, ha éppen nem vág. Na hát én így főzöcskéztem. És hát volt az a pillanat, amikor hát vártam, hogy egy akkori miniszter hívjon vissza egy telefoninterjúra. De későbbre gondoltam, hogy majd hívni fog, de hát ő meghívott, amikor ideje engedte. És ott álltam, hogy oké, de most akkor a pörköltnek annyi, tehát hogy ezt muszáj oda mennem, és ha kavarom, az bele fog hallatszani, most mit csináljak? És akkor hát gondoltam, most vagy nagyon azt fogja mondani, hogy soha többet interjút nem ad nekem, én mondtam neki, hogy ne haragudjon, most kénytelen vagyok őszintén elmondani, hogy én itt a lakásomon dolgozom, és hogy későbbre vártam, és hogy ez van. Hát legalább fél órát beszélgettünk a pörkölt receptekről. Nagyon rendes volt, és nagyon megértő. Úgyhogy aztán úgy megfogadtam magamba, hogy hát a nagyon kellemetlen dolgokat is ezek szerint el lehet normálisan mondani. Ha őszinte az ember, akkor ilyen hülyeségeket is lehet tálalni, mert még a másik oldal tényleg rendesen is tud reagálni erre a dologra. Úgyhogy nagyon jó kis pörkölt lett abból. De hát persze az ember próbálja ezeket elkerülni. Na szóval nagyon sok ilyen történet volt, hogy otthon, és akkor jaj, úristen, csináltak a kollégáim egyszer egy szilveszteri adást is ebből, hogy kinek milyen otthoni ilyen balhés története van, tehát amikor a macska hirtelen felugrik és leveri a polcot, meg ilyesmi, tehát hogy milyen hülye helyzetek vannak akkor, amikor az ember hát nem tud senkire számítani, és mondjuk van olyan, hogy mit tudom én, vonyít a kutya, amikor becsukja az ember az ajtót, és akkor mit csinálsz? Hát oda veszed az öletbe, mert akkor legalább nem fog vonyítani, és nem kopog a körme a padlón. Szóval vannak ilyenek, de persze nem csak kutyás, mert minden kollégámnál volt valami ilyen kis dolog, vagy gyerek, vagy valami.
Na, úgyhogy nekem ez van mindig a fejemben, hogy ez egy külön kihívás időnként, de azért nem adnám föl, mert közben pedig távol lenni a veszekedésektől adott esetben, vagy hát, hogy jól, tehát itt lehet koncentrálni, az ember csendben van, csinálja a dolgát, és akkor az van, amit ő kitalál, úgyhogy na, nekem ez jutott eszembe. És hát visszatérve a miniszterre, ugye ilyenkor meg kiderül, hogy ők is emberek. Hogyne. Hogyha ilyen ember közeli szituációkkal találkoznak, és nem egy riporter várja a hívását. Így van, pontosan. Én azt gondolom, hogy ezt egyébként minden ember értékeli. Uh-huh. Hogyha normálisan, tehát emberi módra szólunk hozzájuk minél egyszerűbben, akkor ebből nincsen baj. Gyuri, neked? Fehérvári történet, ami oda vezethető vissza, hogy majdnem nagyon gyorsan véget is ért ez a rádiós történet, vagy rádiós karrier. Ugye 95-96-ot írunk, már túl voltunk a középhullámon, volt talán már a 99-2, vagy 66-14 volt, és volt Reflex, volt Vörösmarty-Fehérvár ebben a városban. Értemszerűen, hogyha nem a Vörösmarty volt, akit felhívtam, akkor az a Reflexes. Én jóban voltam a Reflexes kollégákkal, az utóval, a Balázsjal. Köszönjük szépen. A történet úgy szólt, hogy valaki elvesztett egy kutyust. És ti ezt bemondtátok, Reflexesek bemondták. Nálunk a Fehérvárban viszont azt telefonálta ki a gazdi. Hát mondom, akkor 19-re húzunk lapot, engem a nagy rádióban, fönt a Gyuri bácsék, meg a kalipszósok úgy tanítottak, hogy akkor minden további nélkül rádiós kolléga. Azt hiszem a Szabadkai Balázs volt, vagy talán a Murányi ott, aki felvette a telefont, és akkor mondom, segítsünk meg egymáson, úgyhogy akkor én adásba keverlek téged. Amit én a főnökeimtől kaptam, ugye a másik rádiót. Tehát ez csak egy rövid kis pillanatkép, de annál emlékezetesebb. Tényleg csak jót akartam, én nem tudtam, hogy itt ilyen problémák vannak, vagy egyebek. Nem nagyon díjazták, de aztán megoldottuk a szituációt. Nekem ebből tanulnom kellett, de büszkén tettem azt, amit, és szerintem ez jól sikerült. És ez megint az bizonyítja, hogy elférnek egymás mellett a kollégák, hogy a kommunikáció kérdése az egész. Uh-huh. És ez jól sikerült. Ez az, hogy ebben az értelemben egyébként veszélyes volt, mert lehetett volna a brutálisabb kimenetel is rám nézve. De aztán megúsztam. De ezt a mai napig örömteli pillanatként idézem fel magamban. Bármilyen ilyen rádiós jellegű beszélgetés van. Tehát a rádió az egy jó dolog. És a hallgatókat szolgáltat. Hát, hogyne. Én a Balázsral és a többi kollégával akkor is tudtam, sőt arra is volt példa, hogy a nőnőjékhez mentem és lecsücsültem csak addig, amíg adás volt, hogy ha nézzem, hogy mit csináltok. De hát nem szólnak ért, hát mondom, csak nem. Hát mekkora élmény volt itt Fehérváron, az volt a látvány stúdióban, ugye a Reflex, hát akkor még mindenki ott álltak az emberek. És... Ezt azért nem tudom megerősíteni, ott műszaki vezető voltam, és négy kézláb kellett megcsavarozni dolgokat. A látvány jól sikerült. Be a csavarokat. És akkor sajnos már műsoridő elfogy, de most ebből megint tudtunk volna egy újabb gondolatot továbbvinni, hogy az akkori rádiózás és a mostani rádiózás tekintélye hova jutott. Amikor már itt vannak az internetrádiók, már Zolika, Gyurika, Pistik, és én internetrádió igazgató vagyok, és kiírjuk, hogy akkor én most rádiós vagy. Hol is tanultál? Mi a végzettséget hozzá, meg egyebek? Fú, ez a másik nálam biztosítékot kiütő terület. Nincs rá idő. Igen, de nagyon örülök, hogy itt voltatok, és én tudtam, hogy jól el fogunk beszélgetni annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy majd jól kiszúrtok velem, hogy nem, hogy igennel és nemmel válaszoltok. Én azt szeretném kívánni nektek, hogy még nagyon sokáig tájékoztassátok és szórakoztassátok a rádióhallgatókat, olvasókat, adott esetben nézőket, reméljük, hogy ilyenre is lesz még sor. És hát szerintem mi még nagyon sokat fogunk találkozni. Ha esetleg úgy adódik, akkor meg várlak titeket szeretettel vissza, és akkor újabb témákról beszélgetünk. Legyen így, köszönjük. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek pedig a figyelmet köszönjük, ez volt a Nálatok, mi tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.